Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt mi megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz, és ő ebben bízik. Azon kívül a csillagképek arra is utalnak, hogy ez megvan írva a csillagokban, tehát a ti találkozásotok nem volt véletlen. Mit jelent még ez a csillagkép? Az időpontot és a helyet. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Tehát ő tervez veled valamit. Ezen a képen látható még valami. Az aranykorsó szimbolizálja a napot, a férfias energiát, és az ezüst korsó szimbolizálja a holdat, tehát a nőies energiát, és ez így harmóniában áll. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kártya arra utal, hogy ő most visszahúzódó. Ez jelenthet egy belső utat is, egy spirituális területet, amire a csillagkép is utalhat, asztrológiára például. De én inkább úgy gondolnám, hogy ő várakozik a megfelelő időpontra, amikor a megfelelő időpont ott lesz ahhoz, hogy ő jelentkezzen, vagy kimutassa a terveit, az érzelmeit. Jelen pillanatban befele fordul. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba, és ezt megtekintjük a következő kártyánál. A tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új ciklus, egy új periódus kezdődik. Ez a terve, és ezt közli is. A képen láthatók az érmék, az utal az anyagi dolgokra. És ezen a kártyán látható, itt minden rendben van. Tehát ő azt fogja közölni veled, igen, lesz egy új kezdet, de előtte neki rendbe kell tenni az anyagiakat. Én úgy gondolom, hogy itt keres egy kiutat, mert nem meri azt megmondani, hogy itt nem csak anyagiakról van szó, hanem az ő érzelmeiről is, és befele fordul, mert kell számára ez az idő, ez a nyugalom a jövőt tervezni. És most megtekintjük a napi kártyát. A képen látható ez a ravasz róka. Az lehet, hogy valaki kihasználja őt, vagy becsapja őt, itt anyagiakról van szó, és ezeket kell rendeznie, és van ez a hamisság a háttérben, de ez a ravasz róka utalhat arra is, hogy ő nem mondja nyíltan ki azt, amit ő érez, vagy amit ő tervez. Holott minden jóra fordul, meg van írva a csillagképekben, az érmék utalnak reális dolgokra, a tízes szám egy új kezdetre. De mégis hiányzik ez a nyitottság. Lehet, hogy vannak félelmei, hogy ez félreértésekre vezethet. Mindkettő lehetséges. Az is, hogy őt becsapják, az is, hogy ő nem nyitott kártyákkal játszik. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven. Ez egy videó felvétel. A díjam 3500 forint. Ha asztrológiával kiegészítve kéritek,
akkor 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!